A 20 éves hagyománnyal rendelkező Nemzetközi Vincenapi Borfesztivál minden évben egyre több embert mozgósít. Mind több a versenyző borász és a látogató is. Vajdaság minden részéből, de a tágabb régióból szinte mindenfelől érkeztek vendégek. A temeriniek részéről is nagy az érdeklődés a rendezvény iránt. Emberek közt ugye az ember egy kicsit szórakozik. Igen, a bor a lényeg. Borba van az igazság. A nyertes borok készítői közül is a legtöbben eljöttek a rendezvényre, hogy átvegyék a díjat, megosszák tapasztalataikat más termelőkkel. A Muzsiai Szent Márton Borász Egyesület több díjat nyert, többek között egyik borászuk Merlója is nagy aranyat kapott. A termelő szerint ez nekik inkább hobbi, mint munka vagy kereseti lehetőség. Egy élvezet, egy drága kis sport, mint ahogy mondják a sporthorgászat, a vadászat, úgy a borászat is. Az idei borok nagy része nem alkalmas hosszú érlelésre, illetve szakmai szempontból a 2016-os évjárat nem olyan erős, mint a 2015-ös, mondta a szakmai értékelő bizottság elnöke, de hozzátette, a borászatban nem is mindig ez a lényeg. Itt a hazai fiatal borászokból, és ezek nem nagy borászatok, mi nem ebből élünk, tehát ez csak az élet célunk, egy hobbink, egy odaadás, tisztelet a bor iránt. Ezek az emberek olyan borokat készítenek, amit rögtön, frissen elfogyasztanak. A borkultúra, a minőségi borok, az úgynevezett borutak egyre népszerűbbek ebben a régióban, és ezzel együtt a temerini Vincenapi Borfesztivál is egyre rangosabb rendezvényé növi ki magát. A jó bor kedvelői már tudják, hogy januárban Vincenapkor Temerinben a helyük.